Mint látjátok, leteszteltük a drift trackot. Ami nem sikerült túl jó. Viszont ne rohanjunk annyira előre, nézzük az elejét. Ugye az előző videó ott fejeződött be, hogy már majdnem kész volt a drift track, egy-két alkatrész hiányzott hozzá, hát azt megrendeltük, megjött, és akkor elkezdtük összeszerelni. Sokadik nap, sok várakozás után végre megérkezett az új tankunk, ugye a régi az ki van szakadva, és megjöttek az új KPE csövek is, szóval most már minden adott, hogy összetegyük a gépet, viszont még a kuplunggal kell kezdeni valamit, mert elvileg szét van esve, úgyhogy még azt megnézem. Megtaláltam a hibát, és nagyon örülök, mert látom, hogy igazából nem kell rá költeni. Annyi az egész, hogy ki kellett takarítanom, mivel az volt a gond, hogy túl sokat állt a gokárt egy helybe, emiatt a motor egy kicsit beállt. Ilyen kis dolgoknak úgy tudom körülni, hogy csak ennyi volt a gond. Aj, végre pöröksz. Na, tegyük össze! Meghívtuk a haverokat, és ugye persze a Sanyit, aki megnyerte az aranymágnes vetélkedőben azt a díjat, ahol el lehet jönni egy ilyen drift trike kipróbálásra. A mai versenyzőinket a feliratkozók között választottam ki. A kókuszomra fókuszált. Amellett, hogy mágneshorgászunk, egy beöltözős nyeremény játékon is részt tudnak venni a többiek. A legjobb jelmezt pedig díjazzuk, mégpedig nem mással, hogy a nyertes az első között próbálhatja majd ki a drift trike-ot. Na de hol vannak a versenyzők? Ott van, látom. Ó, kinyomtam a szemem! Eljöttek azok, akik be vannak öltözve. Ilyet volt a legjobb jelmez. Ez a Charmander-es Pokémonos téma. Nagyon tetszett, úgyhogy gratulálok. Nagyon jól néz ki. És ezzel megnyerted a Drift Trike-unk első használatát. És ha valamikor ráérsz, akkor szívesen látom. Végül megépült a Drift Trike, akkor még úgy gondoltuk, hogy ez lesz a végleges változat. Hát ez nem így lett, de erről majd egy kicsit később. Nem tudom, mennyire látszódik itt a háttérben, de elkészült végre a drift track. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Fight for what I love and what I regret. That's just what I think I'll never forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself about everything that I love. Just put yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Az asszony verve, a hős sörhűfe jó. Can help you feel alive. Find a passion, take some action, and let go of your mind. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Szétdurran a fejem! Olyan lendületet lehet onnan venni, nem hittem, hogy megállok. Baromi komoly. Nagyon-nagyon komoly. Everyone keeps me made something new.
and the car. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. But I'm feeling what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I can fall flat on my face and I swear I won't be back. I feel like I don't think everything, the world ahead is tough. Fincsi. És így történt, hogy sikerült majdnem eltörni a lábamat. Szerencsére nem tört el, de eléggé bedagadt, és elég csúnyán nézett ki. A nap végén, sajnos az nincs felvéve, hogy egyszer csak történt egy nagyon nagy durranás, és az egyik kerék felrobbant. Ez nem tudom minek a hatására igazából. Lehet az, hogy túl melegedett benne a levegő. Ezen kívül pedig még jelentkezett egy probléma, ami az, hogy eléggé csipegette az olajat a motor, és hát valószínűleg most már kéne bele egy új. Úgyhogy megéri várni szerintem még ezzel a sorsolással, hiszen tovább építjük, és úgy szeretném átadni majd az új tulajdonosnak, hogy már teljesen kész és tökéletes, és azt mondhatom, hogy igen, ezt adtam ki a kezemből, és nem szeretném, hogyha úgy járjon, mint én. Szóval összegzem, kell egy új gumi, vagy kettő, kell egy új motor, kell egy új kuplung. Egyébként a BMX-nek, amint hogy ami maradt belőle az elején, a gumi az is el lett kopva, és szóval jelenleg ott tartunk, hogy egy katasztrófa az egész. Nézzétek is továbbra a videókat, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Én meg addig itt pihengetek. Hozzam a sört, mi? Aha, hozhatnál egy sört. Ha szeretnétek megnyerni a Drift Trike-ot, ne felejtsétek el megosztani ezt a videót, a megosztásoknál pedig írjátok oda, hogy Tripmania Ubi. Emellett kövessétek be a Facebook és Instagram oldalamat. Tripmania jó! Jó! Jaj, de jó! Ez a szép! Ez a nem akkor akkor, hogy liba. Infoskar. Liba halad. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Everything you know that you can